Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt a képen látható egy híd, és mi most átmegyünk egyik partról a másik partra ezen a hídon. Az egyik oldal utal augusztus hónapra, és áttérünk most szeptember hónapra. Mi várható? És ezt megtekintjük most ennél a felvételnél, mert beszámolok arról, hogy hol mozognak a bolygók és a nap. A holdra nem térek ki, hiszen a hold gyorsan mozog, de erről is vannak felvételeim, hiszen minden második nap néha 3 nap után megjelenik egy felvétel, ahol beszámolok arról is, hogy hol, melyik jegyben található a hold. Ez a felvétel egy általános előrejegyzés, ami mindenkire vonatkozik tulajdonképpen, de hogy ki, hol, melyik életterületen éli át, és milyen hatások vannak a bolygóktól, ahhoz össze kellene hasonlítani ezt a horoszkópot a te születési horoszkópoddal. Én elkészítem ezt a felvételt is, és akkor tudod pontosan azt, hogy mikor mi történik konkrétan szeptember hónapban. Ez megrendelhető nálam, a díjam 9000 forint. És most kezdtem szeptember 1-ével, mert így indul szeptember hónap. Itt ezen a képen látható a napi horoszkóp szeptember 1-e, és így indul szeptember hónap. Ehhez hozzá kell tennem azt, hogy az indiai asztrológiánál más számítás van, hiszen az indiai asztrológia figyelembe veszi azt, hogy a tavaszi pont elcsúszik. Ez egy nagyon precíz számítás. Én kezdeném a kos jegyével. Itt a képen ez felül látható balról tekintve, a második kockában. Hogy melyik életterületen hat ez ki rád, ehhez kellene a születési horoszkópot, és akkor össze tudom hasonlítani. Rahu az egy karmikus csomó, és utal egy új irányra, új életterületre, és Uránusz bolygó jelenti szintén ezeket a változásokat, és a kos jegye jelenthet egy új kezdetet. Mars bolygó az utal a te életerődre, vagy a lelki társadra. Mars bolygó a bika jegyében van, ami utal az anyagiakra, ő szeretné ezeket a dolgokat rendezni, hiszen szüksége van a biztonság érzetére. De szeptember elején van egy kis feszültség Mars bolygó és Vénusz bolygó között. És ez utalhat bizonytalanságokra, vagy arra, hogy valaki befolyásolja az eseményeket, ez lehet egy hölgy is, és légy kicsit türelmes, amíg Vénusz bolygó áttér majd a szűz jegyébe, mert akkor meg lesz a nyugalom, a harmónia, a biztonság érzete kettőtök között. Vénusz bolygó az oroszlán jegyéből hat, és itt van a nap. S-O németül diszone, magyarul a nap. Megvilágít bizonyos eseményeket. Kihat Vénusz bolygóra, tehát ránk hölgyekre, hiszen mi szeretnénk tisztázni valamit, és kihat
arra is, hogy mi áll jelenleg a középpontban, hiszen a nap uralkodik az oroszlán jegye felett, a nap, ami naprendszerünknek a központja, tehát valami vagy valaki itt a középpontban áll. És ez a Vénusz hatás, ez utalhat a te nőiességedre, egy kreatív tevékenységre, és utalhat a szerelemre is. Merkur bolygó az a szűz jegyében van, itt a képen alul a sarokban jobb oldalon, és a Merkur bolygó uralkodik a szűz jegye felett. Tehát van egy erős Merkur hatás. Ez jelenti a cselekvéseket, a tudást, a továbbképzést, vagy a kommunikációt. Merkur bolygó egy hangban van Mars bolygóval, tehát a férfiakkal, hiszen Mars bolygó a Föld elemében van, Merkur bolygó szintén a Föld elemében van, itt reális dolgokról lesz szó. A szűz jegye az szereti a rendet, tehát itt rendeződnek bizonyos dolgok, és a szűz jegyének van gyógyító hatása is. Merkur bolygó a szomszéd jegyben van, így hat Vénusz bolygóra, tehát ránk, hölgyekre. Itt megvannak a környezetünkben a kapcsolatok, a beszélgetések, és rendeződik valami, ez is jó hatással van ránk. Kétu és a hold a mérleg jegyében van. Kétu jelent karmikus témákat, a múltat, mindazt, amit átéltünk a korábbi életünkben. A hold aktiválja ezt a pontot, de a hold gyorsan mozog, és gyorsan elbúcsúzik a mérleg jegyétől, de így indul szeptember hónap. A hold az kihat érzelmekre, kihat a múltra, és a mérleg jegye is hat ránk, az igazság érzete, a belső egyensúly. Azon kívül a mérleg jegye szimbolizálja a párkapcsolatot. Szaturnusz bolygó és Plutó bolygó mindkettő visszatekintő, ami utal a múltra, gyakran kármikus témákra. Mindkettő a bak jegyében van, hogy melyik élet területen hat ez ki rád, ehhez kellene, hogy bepillantsak a te születési horoszkópodba, és összehasonlítom ezzel a horoszkóppal, és ez megrendelhető nálam. Plutó bolygó az jelenti a hatalmat, a belső erőt, szexuális témákat, és Szaturnusz bolygó kihat a sorsra. Ott, ahol Szaturnusz bolygó mozog, vannak sorsdöntő döntések, találkozások, változások. Jupiter bolygó és Neptun bolygó a halak jegyében van, itt a képen felül a sarokban bal oldalon. Hogy melyik életház ez nálad, ehhez kellene a te születési horoszkópod. Jupiter bolygó uralkodik a halak jegye felett, itt erős, jól érzi magát. Neptun bolygó szintén uralkodik a halak jegye felett, Neptun bolygó szintén erős itt a halak jegyében. Itt álmokról van szó, és Jupiter bolygó adja a lehetőséget, hiszen Jupiter bolygó szerencsét hoz. Itt a víz eleméről is szó van a halak jegyénél, és az jelenti az érzelmeket. Még mindig maradunk szeptember 1-jénél, és megtekintjük, hogy melyik holdházban található a hold. Ez a Svati holdház. Lefordítva ez utal a te énedre, Sva, és a te lelkedre, Ati.
ez a szanszkrit nyelvből van. Tehát itt fontos, hogy legyen meg a fellépésed, a magabiztonságod, de ehhez jönnek lelki dolgok is. Efelett, a holtház felett egy kard van, mint szimbólum, és ez a kard azt jelenti, hogy vágj mindent el, ami zavar téged. Hát a fellépésedet, mert mások befolyásolnak téged, vagy bizonyos kapcsolatokat, félelmeket, ami kihat a lelkedre, ilyen lelki dolgokra. Amit ez a Svati holtház még jelent, a szellő, tehát itt lesz mozgás, ez a könnyűség, és jelenti a szabadság érzetét, hogy te, vagy ő, vagy mindketten felszabadultok bizonyos dolgoktól, vagy kapcsolatoktól, és végre fel tudtok lélegezni. A hold kering a Föld körül. Szeptember 7-én eléri azt a pontot a pályáján, ami nagyon közel van a Földhöz. Ez egy úgynevezett Lilith energiamező, és ez aktiválni fogja a vágyakat, az álmokat, az elképzeléseket. Mivel a Föld ott van, a közelben, ezek lehetnek reális dolgok, hogy ez az álom, ez az elképzelés megvalósul. Szeptember 10-én teli hold van, mégpedig a vízöntő jegyében az indiai számítás szerint. Az indiai asztrológia úgy közli, hogy egy teli hold megvilágít valamit, és oda kell figyelni. És ez jelenti a vízöntő jegyének az energiáját, a levegő elemét, a könnyűséget, a szabadság érzetét, az ötleteket, mit, hogyan tudnál megvalósítani, de kihat a saját érzelmeidre is, hiszen a vízöntő jegye akkor azt jelenti, te különleges személyiség vagy, más, mint mások. Hogy melyik élet területen éled ezt át, ehhez kell a te születési horoszkópod, amit össze tudok hasonlítani. Én azokat a napi horoszkópokat mutatom, ahol változás van, és a holdra nem térek ki. Ez a napi horoszkóp szeptember 11-ét jelenti. Neptun bolygó visszafele halad, elbúcsúzik a halak jegyétől, és áttért ezen a napon a vízöntő jegyébe, tehát utal változásokra. Neptun bolygó és a vízöntő jegye felülről tekintve a második kockában látható bal oldalon. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, mivel visszatekintő, itt múltról is szó van, gyakran kármikus témákról, és a vízöntő jegye utal a levegő elemére, a kapcsolatokra, a könnyűségre, a kommunikációra, de jelenti azt is, hogy te egy különleges személyiség vagy, és éld az álmaidat, legyen meg ez a hited. Még mindig maradunk szeptember 11-énél, ezen a napon a hold az Uttarapadra holdházban van. Efelett a holdház felett egy kígyó uralkodik, és az jelenti a megújulásokat, a változásokat, a gyógyító erőt, és ez a holdház az betekint a mélybe, tehát itt mély érzelmekről van szó. Az is lehet, hogy sok minden így most napvilágra
kerül. Ez a holdház jelenti azt is, hogy rendezd a dolgokat, hogy legyen meg ez a tisztító, gyógyító erő, mert ez most a fundament, ezek az alapok. És erre az alapra tudsz valamit kiépíteni, tehát a mélybe tekinteni. Itt érzelmekről van szó, és transformációról van szó. És ha mély érzelmek vannak, ez lehet, hogy kihat a szerelemre, és érzed azt, hogy van lelki kapcsolat, telepátia kettőtök között, de ha mélyben tekintesz, akkor ezek lehetnek fájdalmas emlékek is, és itt kell bizony a gyógyító erő. De amit ez a holdház utarapádra még jelent, hogy ügyelj az érzelmekre, és tedd át magadat a félelmeken, tekints a jövőbe, hiszen itt most kialakul valami, itt vannak az alapok. Szeptember 14-én a hold eléri Ráhút, a felfele mozgó kármikus csomót, és aktivál kármikus témákat. Ez lesz egy új irány, új lehetőségek és változások. Itt tulajdonképpen inkább olyan pénzügyi dolgokról, vagy munkáról, vagy reális dolgokról van szó. Tehát nem az érzelmeket mutatja a Ráhú, hanem inkább a terveket, és itt lesznek változások, hiszen lesz egy új irány. Itt ezen a képen látható a napi horoszkóp szeptember 17-én. Én ezt mutatom, hiszen ezen a napon változik valami, és mi megnézzük a változásokat. A nap elbúcsúzott az oroszlán jegyétől, és benne van a szűz jegyében. Itt a képen alul a sarokban látható jobb oldalon. S.O. németül die Sonne, magyarul a nap. Ezzel a változással indul egy új havi téma, és itt érezhető a szűz jegye. Rendezni bizonyos dolgokat, fontos, komoly döntéseket kell hozni, néha légy visszahúzódó, figyeld kritikusan az eseményeket, ne siessd el a dolgokat, és a szűz jegye utal a gyógyulásra, a gyógyító erőre is. A nap és Merkur bolygó jó kapcsolatban van Mars bolygóval, mert mindkettő a Föld elemében van. A nap és Merkur bolygó a szűz jegyében, a Föld elemében, Mars bolygó a bika jegyében, a Föld elemében, sőt, ezen a napon még a hold is a bika jegyében van, és itt rendeződnek a dolgok, itt kell a biztonság érzete. Nem csak az anyagiakat illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is. Itt lesznek fontos döntések, beszélgetések, tárgyalások, szerződések, erre utal Merkur bolygó. Vénusz bolygó ott van a szomszédban, az oroszlán jegyében, ez utal a közelségre és a bizalomra. Jelentheti a családot vagy a szomszédokat is. Itt tisztázódik valami, lesznek fontos beszélgetések. És ez most a havi téma, ami szeptember 17-én indul, hiszen a nap megvilágítja ezt a jegyet és ezt az élet területet, ahol persze belepillanthatunk a te születési horoszkópodba, hogy te ezt hol, melyik élet területen éled át.
Még maradunk szeptember 17-énél, a hold ezen a napon a Rohini holdházban van, és Rohini jelent egy fiatal lányt, aki beleszeretett a holdba, hiszen a hold nem más, mint Chandra, egy szép fiatal férfi, és itt ezen a napon érezhető a szerelem, a lelkesedés, a vágyak, a kreatív tevékenység, és ez kihat természetesen nálunk erre a napra. A hold kering a Föld körül, és szeptember 19-én eléri azt a pontot a pályáján, ami nagyon messze van a Földünktől. Itt újra van egy Lilith energia, de mi elveszítjük a hitünket, hiszen nem látható semmi, nem tudjuk azt, mi hogyan valósul meg. Az is lehet, hogy valaki azt közli veled, ne álmodozz, ebből úgysem lesz semmi. Itt az a fontos, hogy meglegyen a hit, a bizalom, a belső erő. Szeptember 23-án a nap eléri az őszi nap-éj egyenlőséget, ezt a pontot. Ezen a napon este tartok egy szertartást. Ez azért lesz, hogy meglegyen a belső egyensúly, hogy legyenek döntések, elbúcsúz attól, ami nyomaszt téged, hogy legyen egy új kezdet, hogy felszabadulj valamitől, és legyen meg a belső egyensúly. Persze ez kihat rá is. Jelentkezhetsz e-mailen keresztül erre a szertartásra. Az egyensúly díja az 4000 forint. És itt lesz egy csoport, ha többen jelentkeznek, így az energia az sokkal hatásosabb. Ezen a napon a hold a Magha holdházban van, ahol Regulus uralkodik, a királyoknak a csillaga. Itt vannak tervek, ami elérhető. Tehát ez a holdház szerencsét hoz. Ez egy olyan királyi holdház, ahol megkapod az elismeréseket is, és fontos, hogy legyenek magas célok és elképzelések. Szeptember 24-én változik az energiamező, hiszen Vénusz bolygó elhagyja az oroszlán jegyét, és szeptember 24-től fogva a szűz jegyében van, a Föld elemében. Mars bolygó szintén a Föld elemében van, a bika jegyében. Itt megvan a harmónia a férfiak és a nők között, a férfias és a nőies energia között. Vénusz bolygó utal ránk hölgyekre, itt látható az óvatosság, a visszahúzódás, komoly döntéseket fogunk hozni, szeretnénk valamit tisztázni, valamit rendezni, kell a biztonság érzete, és megvan nálunk hölgyeknél a gyógyító erő, és ez kihat a párkapcsolatra is. Szeptember 24-én a hold a Purvápál Guni holdházban van, efelett a holdház felett van egy szimbolikus kép, mégpedig az ágy. Ez utal a párkapcsolatra, utal testi kapcsolatra is. Amit ez a holdház még jelent, azon kívül, hogy itt vannak szenvedélyek, mégpedig jelenti azt is, hogy mennyire fontos a biztonság érzete, ez vezethet egy házassághoz is. Azon kívül itt van egy kreatív energia mező.
Szeptember 25-én új hold van, ez jelenti a visszahúzódást, a meditációt. Az indiai számítás szerint ez az új hold az oroszlán jegyében van, és itt feltesszük a kérdést, mi vagy ki áll a középpontban. Vagy hogy tudnánk a mi saját egyéniségünket kibontakoztatni. De mielőtt ezt kimutatnánk, itt ezen a napon kell ez a visszahúzódás. Itt látható Kétu, a lefele mozgó kármikus csomó. A hold eléri szeptember 29-én ezt a csomót, és ez utal a múltra, kármikus emlékekre. Itt látható, hogy Ketunak nincs feje, és ez azt jelenti, hogy itt Kétu befele tekint, itt érzelmekről, vagy egy spirituális területről van szó. Ez egy utazás volt, egy kiruccanás szeptember hónapra. Ha érdekel az, hogy te hogyan éled ezt át konkrétan, melyik életterületen, melyik bolygó van még hatással rád, akkor ez a havi horoszkóp megrendelhető. A díjam 9000 forint. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderá!